A gyerekülések használatáról mesél az egyik helyi bababolt üzletvezetője. Nyilki Rita azt mondja, széles a felhozatal a termékek körében, így a szülők azt az ülést választhatják ki, amelyik leginkább megfelel az elvárásaiknak. A biztonsági kiegészítők rendszerint 36 kilóig használhatóak, ez egy 10-12 éves gyermek súlyának felel meg. A termékek között egyre gyakrabban találhatók olyanok, amelyek bővíthető övvel és kivehető szűkítő részekkel rendelkeznek, így azokat több éven át vehetik igénybe a gyermekek. Megleszoktam az övet, így lehet látni, hogy teljesen fel lehet majd emelni a megfelelő magasságig. Az üzletvezető kiemelte, a legfontosabb, hogy a gyerekülések megfeleljenek az aktuális szabványoknak, azok hiányában ugyanis nem nyilváníthatóak a termékek biztonságosnak. Mindenképpen alapvető dolog az, hogy legyen 3 pontos biztonsági öv a gépkocsiban. Ezen felül ugye a töréstesztek is nagyon sokat segítenek, az oldalsó védelem, a hátsó védelem, ami nagyon fontos. Meg kell különböztetnünk azt, hogy mikor utaztathatjuk hátrafelé, mikor utaztathatjuk előrefelé a piciket, ennek is ugye különböző szabályai vannak. Indulás előtt minden alkalommal be kell kötni a biztonsági övet, és meg kell bizonyosodni a gyerekülés rögzítésének stabilitásáról. Ezek hiánya egy nem várt baleset esetén ugyanis súlyos testi sérülésekhez, vagy akár az utasok halálához is vezethet, figyelmeztetett a Bajai mentőállomás vezetője. A gyerekek speciális helyzetben vannak, hiszen ugye ők a legkiszolgáltatottabbak tulajdonképpen az utazás során, és ugye amikor ütközés történik, akkor a gyermek az repül a kocsin belül is akár, és csapódik ugye akármihez, akár a kocsinak a belső teréhez, de természetesen ki is zuhanhat a kocsiból, aminek a következménye azok beláthatatlanok. Egy hazai szervezet néhány héttel ezelőtt közel 50 különböző Magyarországon is kapható autós gyerekülésen hajtott végre laboratóriumi vizsgálatokat. Az ellenőrzés során 0-tól 5 pontig terjedő skálán tesztelték a termékek biztonságát, kezelhetőségét és összetételét. Egyes kiegészítők 0, valamint 0,5 pontot értek el, így azokat használatra alkalmatlannak minősítették. A vizsgálat során azt a következtetést mondták le a szakemberek, hogy nem feltétlenül a legdrágább termékek a leghatékonyabbak, hiszen több olcsóbb árkategóriájú gyerekülés is jól teljesített a biztonsági teszten.